Az első tétel az egy német tánc, egy háromnegyedes ültetésű tánc, egy menüet. A következő pedig egy zenei tréfa, az a cím, hogy Buggy Mary. Ezt lehet, hogy sokan ismeritek még. Annak idején régen mobiltelefonnak a csengőhangjaként is nagyon gyakran alkalmazták. Ez egy nagyon viccelődős, incselkedős, fürdnek is játékos tétel, és ebben a két tételben megfigyeltitek, hogy milyen sok színű hangszerre fúlva, milyen sok szint, milyen sok hódzottságot tud mutatni. Tehát most a menület és a Buggy Mary. Összekötözve, nagyon erősen,
És ahhoz, hogy a hang létrejöjjön, ahhoz valamilyen rezgés kell, hogy létrejöjjön először. A fogolánál ugye az volt, hogy ráfújt arra a peremre a levegőt a tavara, és az rezegtette a hangszert. Itt ennek a kisnának hitt ez a szerep, aminek gyönyörű hangja van már ellen, hogyha csak így megfújom, inkább nem a mikrofon. Ez még nem az, hogy szép. De hogyha belerakom a hangszerre. Thank you.
szeretnék mutatni nektek a bizony akvarénét, ami nagyon közelű rokon az obolyának, bár nem akarom elvenni a Lucy-nak a mondatóját, megmutatjuk először egymás mellett a kettőt, mi a különbség, mi a hasonlóság. Szerintetek melyiknek van mélyebb hangja? Bizony. És miért? Bizony, egy kicsit hosszabb és egy picit bőrösebb, testesebb a csőd maga. Orvát Gyula barátom, a zenekaró klarinét művész és a kubós ősük. Klarinét művész, amúgy egy pár érdekességet a hangszeréről. Jó napot kívánok, sziasztok! Tehát akkor megtudtuk, hogy ez a klarinét. Ez a fafúvós család következő tagja. Szerintem ennek van a legszebb hangja, de nehogy meghallgatom. Ez is nádas hangszer, de ellenben az oboával, ami ugye említette a Tomi, hogy két nádból áll, itt egy darab nád jön rezgésbe a ráfújt levegő által. Ez egy ilyen picit szélesebb, egyébként laposabb, meg nagyobb nád darabka, amit így kifaragnak, és ezt egy ilyen hát bakelitből általában műanyagból készített fúvókának nevezett kis tárgyra szorítjuk rá, és ez kelti a hangot, ami szintén csodálatos, így is megfúgat. Hát amit elő sokaknak tetszett. Na de most komolyra fordítva. Igen. Így talán szebb lesz. Szuper, ez is felismerhető volt, úgy vettem észre. Igen. Tehát elég sokszínű hangszer. A fája említette Tamás, hogy ennek is ébenfából van, tehát ebből az afrikai fából, elég kemény, de sincs festve, tehát ez a természetes színe. Klasszikus zenében nagyon szeretik a zeneszerzők ezt a hangszert is, mert eléggé sokoldalú, sokszínű. Tehát ahogy hallhattátok itt az alsó regiszteré, egy ilyen kellemes, bársonyos, ilyen búgó hangja van, de a magasabb hangjai viszont azok meg egész élesek és vékonyak, tehát sok karakter megformálására képes. Sok stílusban is használják, a népzenében kezdődött talán a pályafutása. Ja igen, azt még nem mondtam el róla, hogy, hogy az előző két fafúvós hangszerrel hasonlítva ez a legfiatalabb hangszer, mert Mozart korában került be a klasszikus szimfonikus zenekarba, mint állandó résztvevő. Azelőtt hát népi hangszerként használták aratáskor, mulatságokon, a hétvégi bulikon, ahogy az annak idején mehetett. Nem volt rajta nyilván ennyi sok és fényes billentyű, sokkal egyszerűbb volt, pár lyukból állt ott is a játékos instrumentuma. Klasszikus zenén kívül sokat alkalmazzák még a jazzben, amit a mai napig nagyon-nagyon sokan használnak és szeretem. Mutatok egy pici ilyet is. Abban is
ezt az elég használta a filmrendezője. Most ezt a rövid kis számot fogjuk játszani, figyeljétek meg, hogy totyogunk a picit is hagyjuk, és milyen ügyesen írja az zeneszerző a hangszerben keresztül a picit hagyjuk táncát. Jó napot kívánok! Hát amit először is lehet látni ezen a hangszeren, hogy jó nagy, a többihez képest. Na most miért ilyen nagy ez? Vajon? Igen? Így van. Azért, hogy jó mély hangokat is lehessen játszani rajta, mert nem csak mélyeket lehet azért játszani rajta, hanem magasakat is. Látni lehet rajta azt, hogy más a színe, ugye ez nem olyan fekete színű hangszer, mint a oboa vagy a klarinét, hanem más színe van, ilyen vörös a színe, de valójában ez nem ilyen színű hangszer, hanem olyasmi színű, mint a parketta, csak befestették azért, hogy szebb legyen, és azért, hogy jobban bírja az időjárás viszontagságait, tehát hideg-meleg összemegy, kitágul, ez egy ilyen bonyolult folyamat, amíg ezt befestik, meg sokáig szárítják, és akkor elnyeri ezt a színt. Amit még lehet rajta látni, hogy tele van mindenféle fémmel, billentyűvel,
ilyesmikkel. Hát ezek azért kellenek, hogy minél pontosabban és minél sok rétűben lehessen rajta fagottozni, minél gyorsabban, minél könnyebben. Ez a régen időkben ez azért nem így nézett ki, tehát a barokk korban ezen alig volt billentyű, kicsit kisebb is volt. Azt ma úgy hívjuk, hogy barokk fagott, egyébként van klasszikus fagott is, meg romantikus fagott is, ahogy fejlődött a hangszergyártás, úgy egyre több minden került a hangszerre, egyre tisztában lehetett rajta játszani, meg gyorsabban, meg könnyebben. Úgyhogy nehéznek tűnik, de egyébként nem nehéz. Már a súlya nehéz, de játszani rajta nem nehéz annyira. A megszólalása az a oboához hasonlít. Ugyanúgy dupla nádas, ez itt a nád. Most leveszem, akkor nem látjátok annyira, de most rá van rakva. Ugyanúgy két nád lapocskából van ez a nád. Ez mediterrán tájakon terem, tehát Magyarországon ilyen nádat nem lehet termeszteni. Dél-Franciaország, Spanyolország, Kalifornia, ilyen helyeken nőnek ezek a bambuszhoz hasonló nádak, és ebből kell aztán nekünk elég bonyolult módon nádat készíteni, hogy ez a kis nád megszólaljon és jól működjön. Na most önmagában ez se ad ki különösebb hangot, csak rezeg, tehát ennyi a hangja, és aztán ha rárakja az ember a fagotra, akkor mutatja meg, hogy valójában mit tud egy ilyen nád. Most megfújok egy mélyebb hangot, és aztán megyek majd fölfelé, hogy milyen nagy a hangterjedelem. Tehát elég sok mindent el lehet rajta ezáltal játszani, hogy a hangterjedelme ilyen. Ja igen, azt nem mondtam, hogy ez egyébként juharfából készül, ellentétben ugye az ébenfával. Eljátszok még rajta valamit, amit lehet, hogy ismertek, hogy tudjátok mégis, hogy ez melyik hangszer játsza. Ismeritek még ezt? Esti mese. Tehát az esti mesét a fagot játsza. Most már akkor ezt is tudjátok. Hát körülbelül ennyit akartam. A fagot, mint nem fagot, fagot, általában a maszkos, mély hangú dolgokat személyesíti meg. Mint ahogy az előbb említett Péter is a farkasban, a fagot a nagy papát játsza. Tényleg egy jó kis papás. Thank you.
hangszerű garancnál csak a bemutatásból, idáig. A Péter és a Farkasban van még egy jószínű, nem csak egy ilyen hangszer, hanem több, akik a vadászokat jelentik a darabban. Valaki tudja, hogy ez a szép, kicsit kapóktojás hangszer a papugós családból. Ez milyen hangszer? Trombétára kiszavaznék? Nem jó. Bizony, nem. Ez a kürt. És milyen kürt a szalakot, ugye? Vadászkürt, bizony. Nem véletlen, hogy Prokofia mester a vadászoknak szánta ezt a szerep, ezt a hangszer. Ez egy részfúgós hangszer. És hogy kerül ebbe a fafúgós ötösbe? Hát nagyon egyszerűen. Ez egy annyira univerzális hangszer, hogy nagyon klasszul kiegészíti a fafúgós hangszereknek a hangzását. De a megszólaltatásáról és a történetéről egy pár szót Kálmájáros külügyvész barátom mond nektek. Jó napot, kívánok, szervusztok! Itt elhangzott vadászatokon használták, korábban meg az ős ember is használt ürtöket, az elhúzott állatok szarvát használt el. Később kísérleteztek mindenféle anyagba, agyagból, fából, és megmutattak a résznél, hogy ez rezonál legjobban. Készítenek manapság is fából még hangszereket, Svájcban használják ezeket, ezek majdnem 6 méter hosszú hangszerek, úgy hívják őket, hogy alpesi kürt. Nehéz őket mozgatni, fújni is, ezeket jelzéseknek használták, egyik hegyről másik hegyre jelezik ezekkel a hangszerekkel. A megszólaltatása, ugye a kollégám is beszéltek a levegő rezgéséről. Itt is rezgésbe kell hozni a levegőt, de itt nem egy nád szólaltatja, vagy nem egy nád hozza létre a rezgést, hanem az ajkunk által tudjuk ezt a rezgést kelteni, úgyhogy a két ajkunk között áthújjuk a levegőt. Megmutatom, kicsit vicces hangja lesz. Hogyha a fúvókát oda tesszük, ez a fúvók ez egy pici tölcséres valami, amit a hangszerbe teszünk bele, és ugye ez vezeti be a hangszerbe a levegőt. Hát ennek is elég vicces hangja van még. Ha a hangszerbe beletesszük, akkor egészen másképp szól. Kérdezhetnétek, hogy miért van a kezem itt benne ebbe a nagy tölcsérbe, amit úgy hívunk, hogy korpus. Azért van egyrészt, hogy tartsam a hangszert, ugye 2,5 kg körül van egy ilyen hangszer. Másrészt azért, hogy régen úgy tudták a különböző hangokat létrehozni, hogy vagy teljesen betakarták ezt a nyílást, amit jön ki a hangszerből, vagy kinyitották, vagy csak félig takarták be, és megmutatom nektek, hogy a skálát hogy lehet ugye elfújni, hogy a billentyűket nem használom, és csak a szám feszítésével, és a kezemnek a játékával tudom változtatni a hangmagasságot. Hát ez kicsit úgy szól, hogy néha befogom az orrom, néha elengedem, nem kiegyenlített a hangzása. Ha a billentyűket használom, akkor egészen más. Hát röviden én ennyit szerettem volna elmondani erről a hangszerről. Még nem egy beszélek, Ani. Van valami ötletek tippje, hogy hány méter lehet ez a hangszer, hogy ezt kitekernék az összes csövét? 9, igen, először. 12 másodszor. 4. Eláruljuk az igazságot. Nem fogjuk kitekerni most a hangszert, mert írjuk, mert nagyon nehéz lenne visszahajtolni. De János barátok kiszaladt a kertbe, és vágott slagból csendőből egy olyan hosszú csövet, amilyen hosszú ez a kürt lenne, hogyha kitekerni. Szerencsére tovább fejlesztették ezt a hangszerészek, és a zenekarban nem locsolók
csővel kell játszani. Kármely János barátomat szeretném hallom. Játszanálhatok a Mikulás. Erről mi lekésünk egy kicsit, de talán a karácsonyról még nem késünk le, úgyhogy a befejező két számunk az egy karácsonyi kis fejfenem. Az egyik a Csendeség, a másik pedig a Let It Snow című amerikai karácsonyi dal, ami azt jelenti, hogy este végre a hó, remélem ti is látok a havazásra. Reméljük, nem sokára megjön. Nagyon szeretném megköszönni nektek az odaadó figyelmeteket, és nagyon boldog karácsonyt kívánunk nektek, és hallgassátok szeretettel a Let It Snow és a Csendeség. Thank you.